Nagy szeretettel köszöntöm Önöket itt a Janus Pannonius Múzeumban. Ugyan itt a csontvári kiállítás közelében vagyunk térben, de egy másik nagy művész, a pécsi születésű Viktor Vasarely életművéről fogunk beszélni ezen a konferencián. Annak is egy szegmenséről, ami ugyanakkor az egész életművet keretbe foglalja, ez pedig az építészethez való kapcsolata. Ugye a konferenciánk címe is úgy szól, hogy a képzőművészet és az építészet, ugye a társművészetek és az építészet kapcsolata. Mindennek az alapja ugye Vasarely életművében pedig az a kis írásgyűjtemény, illetve természetesen a művészi produkció, amit nyújtott, amit ebben a kis könyvben foglalt össze, a Színes város címmel. Ebben a kötetben 1947 és 1968 között keletkezett írásaiban olvashatunk arról, hogy hogyan képzelte el még egyszer utoljára a 20. században nagy átfogó módon a Gesamtkunstwerk, az összművészeti gondolatot, ami aztán, mint tudjuk, hát nem egészen úgy alakult, illetve pontosan erről fog szólni a konferenciánk, hogy hogyan alakult a 20. század második felében, illetve napjainkban az a gondolat, amiben Vasarely hitt, jelesül, hogy meg fog szűnni, meg kell szüntetni a határvonalat a képzőművészet, a társművészetek és az emberi környezet egészek között. Hogy azt a klasszikus elképzelést, ami a művészeteket ugye a múzeumokba, a galériákba zárja be, és az emberi környezet pedig egészen más erőknek kiszolgáltatva alakul ad-hoc módon sokszor. Ezt szerette volna ő felszámolni a saját eszközeivel, képzőművészet oldaláról. És ennek a törekvésnek lettek pozitív példái a 20. század folyamán, és olyanok is, amik nyilván nagyon sok kérdést felvetnek, hogy hogyan tud viszonyulni kétféle művészi akarat, kétféle művészi elképzelés, az építészé és a társművészé, aki lehet festő, lehet szobrász, kerámikus, üvegművész, és így tovább. Tehát ezt a gondolatkört szeretnénk körbejárni, és átadom rögtön mindjárt a szót Nagy András esztétának, aki a képző és iparművészeti osztály vezetője, és nem csak mint ilyet kértem föl arra, hogy köszöntse Önöket, tehát pázi ilyen házigazdai szerepben, hanem úgy is, mint a nagy sikerű Variációk a Színes Városhoz című kiállításnak a kurátora, amelyik 2020-ban ugye, nyílt meg, kicsit covidos időkben, ennek, vagy nagyon, de ennek ellenére nagyon sikeres volt, és tulajdonképpen ennek a gondolatmenetnek a részét képezte, amit most én is próbáltam előadni. Ugye ott arról volt szó, hogy a pécsi műhely művészei által a 60-as évek végétől a 70-es évek elején készített zománc művészeti alkotásokat mutatta be ez a kiállítás, és arra kérem Andrást, hogy erre is kitérve köszöntse Önöket. Szeretettel köszöntök mindenkit. Először is köszönöm Gettó Katalin kolléganőmnek, hogy megrendezte ezt a konferenciát. Képzőművészet és építészet viszonya, összefüggése tulajdonképpen a pécsi hagyománynak a része. Egyrészt a pécsi Bauhaus révén, másrészt pedig Vasarely révén, illetve a pécsi műhely révén. És itt ugye arról van szó, hogy a konstruktivizmus, mint képzőművészeti irányzat, hogyan hatott az építészetre, és fordítva az építészet hogyan hatott a konstruktivizmusra. Ez a Színes Város kiállítás, ami hát egyedülálló, hogy egy ilyen műfajban a pécsiek, mint a zománc tulajdonképpen konstruktív műveket hoztak létre. Persze ennek volt politikuma is a korszakban, hiszen ezek a művek, ezek akkoriban elsősorban épületdekorációként kaptak szabad utat. Önálló, autonóm művészi alkotásként nem. Most is látható négy nagy zománc kép a modern magyar képtárban, és ezeknek van egy egészen különleges státusza. Az, hogy ugye ezek a Megye utcából, ahova úgy kerülhettek, mint épületdekorációk, átkerültek a modern magyar képtárba, és az épület szerkezete révén, hogy ott van egy nagy üvegablak, ezek kívülről, ráadásul este ilyen alkonykapcsolóval megvilágítva, külső épületdekorációként látszanak a négy zománc kép. Ugyanakkor pedig mint egy politikai rehabilitációként egy más korszakban beépülnek a modern magyar képtár
állandó kiállításában, és mint autonóm művek jelennek ott meg. Tehát van egy ilyen kettős játéka ezeknek a műveknek, egy kettős státusza, hogy kívülről épületdekoráció, belül pedig autonóm műalkotásként jelenhetnek meg. És ez a kísérlet igazából, ezek a nagyméretű zománcok, meg a bonyhádi zománcteleknek a kísérletei egyrészt inspirációt merítettek Vasarely műveiből, a geometrikus absztrakt művekből, másrészt pedig ebben a régióban valamiféle szabad utat engedtek ennek a típusú művészetnek egy olyan kulturpolitikai közegben, amikor ez még valamennyire a tűrt, és ahogy mondtam, az épület dekoráció vakvágányára lett száműzve. Nyilvánvaló építészet és képzőművészet kapcsolatán túl az építészetben benne van a funkció és az esztétikumnak a viszonya, amiről ezen a konferencián is lesz szó, úgyhogy én nem is szaporítanám a szót, tanulságos, jó szórakozást kívánok mindenkinek. Köszönöm a figyelmet. Köszönjük szépen, András, és dr. Bertó Gábor igazgató úr nevében elnézést kérek, neki el kellett mennie Békés Csabára, az egész vezetőséggel együtt ott közbejött valami fontos dolga, úgyhogy ezért nem tudja önöket köszönteni, de üdvözletét küldje a konferencia résztvevőinek. És én sem szeretném nagyon sokáig magamnál tartani a szót, csak néhány gondolatot szeretnék gyorsan elmondani arról, hogy egyáltalán hogyan kerül sor erre a konferenciára, milyen előzményei voltak. Ugye részben András elmondta már az egyik fontos előzményét annak a gondolatmenetnek, amit az építészet és a képzőművészet kapcsolatára fűződött föl, de csak szeretném feleleveníteni néhány mondatban, hogy még mi történt ezen kívül a múzeumban, addig, ameddig idáig ma eljutottunk, és szeretnék köszönetet mondani azoknak, akik részt vettek és lehetővé tették ezt a munkát. Viktor Vasarely művészetének az építészettel, a városi környezettel, a közterekkel való összefüggése természetesen az évek során sokféle kontextusban számos pécsi művész és alkotói közösség munkájában felmerült. Lantos Ferenc, majd a pécsi műhely alkotói számára Vasarely művészete mindig is referenciaként jött számításba. 1977-ben felállították a Pálosok temploma előtt a Jel című szobrot, az 1968-as Tridim sorozat egyik darabjának háromdimenziós adaptációját. 2011-ben pedig az Exi Vasarely alapítvánnyal együttműködésben Palatinusz Dóra és Makra Zoltán 37 négyzetméter című köztéri installációja adott új, sajátos értelmezést a színek téralakító hatásáról szóló elképzelésnek egy uránvárosi köztéren. A Pécsi Tudományegyetem építész hallgatói tervezési feladatként már 2010-ben készítettek olyan munkákat, melyek Vasarely műveire reflektáltak. Amikor tehát Pierre Vasarely 2019-ben azzal a kezdeményezéssel fordult hozzánk a múzeumhoz és a város többi kulturális intézményéhez, hogy emeljük az eddiginél magasabb szintre az együttműködésünket, kézenfekvőnek tűnt, hogy az egyetem bevonásával szélesítsük azoknak a körét, akik a Vasarely örökség továbbvitelén dolgoznak. 2020-tól kezdődően jött létre az az együttműködés, amely a PT-jel, később pedig a Moholy Nagy Egyetem építész hallgatóinak bevonásával tovább építette Vasarely féle képzőművészet és az építészet közötti párbeszédet. Műhelygyakorlatokat szerveztünk a múzeumban, amelyek eredményeiből az elmúlt nyáron a múzeum galériában sikerült kiállítást rendeznünk, OP Architektúra, az OP Art művészet építészeti kapcsolódásai címmel. A hallgatói munkák bemutatásán túl a kiállítása maga szerény eszközeivel igyekezett vázlatos áttekintést adni a színes város, vagyis a képzőművészetek és az építészet, a várostervezés és a környezetkultúra kapcsolatának szerteágazó gondolatköréről, és a kiállítás szűkös lehetőségei azonban nem adtak módot arra, hogy ezt a ma is termékeny témát megfelelően körüljárjuk. Ezért éltünk a lehetőséggel, hogy a Magyar Művészeti Akadémia regionális munkacsoportja által kiírt és elbírált pályázaton elnyert támogatás segítségével megszervezzük ezt az egynapos konferenciát, abban a reményben, hogy itt elmondhatjuk, amit a kiállítás nem tudott bemutatni.
Ezúton köszönetet mondok tehát támogatómnak, Magyar Művészeti Akadémia regionális munkacsoportjának, és természetesen a Janus Pannonius Múzeumnak, dr. Bertó Gábor igazgatónak, Nagy András osztályvezetőnek, Füzi István és Csiszér Andor kollégáinak a videófelvétel technikai feltételeinek biztosításáért, továbbá Gebhardt Tíme a pénzügyi előadónak és Deák Gábor kommunikációs munkatársnak, akiknek szintén fontos szerepük volt az esemény létrejöttében. És rögtön megkezdjük az első előadónkkal a konferenciánkat, csak annyit szeretnék mondani, hogy 11:30, 11:30-kor tartunk egy kávészünetet, ez ugyan nem volt beleírva a programba, de utólag úgy gondoltuk, hogy ez mégiscsak helyes lenne. Ez egy 10 perces szünet következik, és onnan folytatjuk az előadásokat. Köszönöm szépen, és akkor kezdjük is az első és nagyon nagy szeretettel fogadott előadónkkal, Pierre Vasarellivel, akit röviden bemutatnék, mint ahogy minden előadóval meg fogom ezt tenni. Nyilván nagyon sokan ismertek, közülünk Pécs városában, mások pedig kevésbé. Pierre Vasarelli az Aix-en-Provence-ban működő Vasarelli alapítvány elnöke, kurátor, nagyapja Viktor Vasarelli életművének és művészi törekvéseinek szakértője és képviselője. Politikatudományból szerző diplomát 1984-ben, és 1985-től aktívan részt vesz a Vasarelli Alapítvány munkájában. Korábban az alapítvány elnökének tanácsadójaként, majd igazgatóként, 2009-től pedig az alapítvány elnökeként dolgozik. 1997-től Viktor Vasarelli teljes jogú örököse, és a művész szellemi jogainak tulajdonosa. 2010-ben a Pécs Európa Kulturális Fővárosa Program sorozat védnöke volt, 2012-től tiszteletbeli magyar konzul Marseille-ben, 2013-tól a Pécsi Tudományegyetem felnőtt képzési és emberi erőforrás fejlesztési kar, valamint a Pollák Mihály műszaki és informatikai kar díszdoktora. A Janus Pannonius Múzeummal évek óta szoros kapcsolatot ápol, Pécs és Aix-en-Provence kapcsolatának erősítésén dolgozik. Előadásában a színes város ideájának fejlődés történetét mutatja be Viktor Vasarelli munkásságában. Fiel, the floor is yours. Avant de commencer cette conférence, je souhaiterais vous dire combien je suis toujours très très heureux de me retrouver à Pécs, qui est, comme vous le savez, la ville natale de mon grand-père. Mielőtt elkezdeném ezt a konferenciát, szeretném elmondani, hogy mennyire szeretek ide Pécsre jönni, és mennyire hálás vagyok, hogyha ide jöhetek, ami tudni illik, a nagyapám szülővárosa volt. Et c'est vrai que depuis que je suis venu pour la première fois à Pécs en 2006, eh bien, j'ai eu l'occasion de nouer de profondes amitiés avec toutes les personnes que j'ai pu rencontrer, qu'elles soient du domaine de l'éducation, du domaine de la culture, du domaine politique. Et nous avons pu, grâce à cela, mettre en place beaucoup de collaborations. Donc je suis vraiment très, très satisfait de retrouver quelques têtes parmi nous ce jour. 2006 óta, amikor is először jártam itt, rengeteg kapcsolatot tudtam kialakítani kulturális, politikai és mindenféle milliókban. Ezekből a milliókból látok most nagyon sok arcot itt, és nagyon örülök, hogy láthatom őket. Et que toutes ces relations en fait nous ont mené à avoir des relations très très fortes entre les villes de Pécs et les villes d'Aix-en-Provence, puisque ces deux villes sont jumelées depuis 2012. Mindezek a kapcsolatok pedig ugye annak köszönhető, vagyis ahhoz vezettek, hogy rengeteg kapcsolat van kulturális és mindenféle szinten Aix-en-Provence és Pécs között, amik testvérvárosok 2012 óta. Donc je tiens à remercier d'être parmi vous aujourd'hui Cataline Ghetto et András Nagy de m'avoir invité, donc merci à tous les deux. Köszönöm Nagy Andrásnak és Ghetto Katalinnak is még egyszer, hogy itt lehetek. Et d'avoir mis en place donc ce joli programme autour de l'art dans la cité, autour de l'art pour tous, si cher à Vasarelli. És hogy előkészítették ezt a konferenciát, ahol Viktor Vasarelli művéről beszélhetünk.
Voilà, donc je vais vous présenter très rapidement, en 30 minutes, l'œuvre de Vasali, mais j'ai entendu donc, dans les précédents discours 3-4 mots qui m'ont interpellé, à savoir Műhely, non pas le Műhely de Pécs, mais le Műhely de Budapest, que Victor Vasarely et Clara Spinner ont fréquenté entre 1928 et 1930. Ja igen, tehát hogy a Műhely volt egy pár szó, ami eszembe juttatott dolgokat, például a pesti Műhely, ahol is Victor Vasarely tevékenykedett. Le Bauhaus, donc bien sûr, on ne comprend rien à l'œuvre de Vasarely si il n'y a pas le Bauhaus et bien sûr le Műhely de Budapest. A budapesti Műhely nélkül és Bauhaus nélkül nem beszélhetünk Vasarelyről. J'ai entendu parler le nom de Dora Palatinus pour effectivement l'œuvre monumentale qui a été réalisée en 2010, je crois, à l'occasion de Pécs, capitale européenne de la culture. Hallottam Palatinus Dora nevét, ami ugye a 2010-es Pécs Európa kulturális fővárosa mentén merült föl. Et c'est vrai que ça a été le second prix de Victor Vasarely de l'art dans l'espace public grâce au musée Vasarely, grâce à András Horváth qui est ami avec nous aujourd'hui et qui a été celui qui a initié ce projet pour le musée. És András Horváth András nevét is hallottam, aki ma is itt van, és neki is köszönhető, hogy ez a projekt megvalósulhatott. Donc revenons au principal intéressé, Victor Vasarely, Dieuze Vasarely, qui a transformé son nom, qui a francisé son nom en fait en 1930 en arrivant en fait à Paris de Budapest. Szóval Victor Vasarely, született Vásárhelyi Győző, Párizsba való érkezésekor 1930-ban francizálta a nevét Victor Vasarelyre. On a ici deux photos très représentatives donc de cette époque où on voit Sándor Bortnik qui était le maître du Műhely de Budapest avec Victor Vasarely donc derrière très jeune étudiant. Itt tehát a képen Bortnik Sándort és Victor Vasarelyt láthatjuk. Photo prise en 1929 et juste avant donc on a cette étude verte qui est aujourd'hui visible à Aix-en-Provence et qui est caractéristique des travaux, des études réalisées par Vasarely pendant son passage au Műhely de 1928 à 1930. Nagyon jól szimbolizálja, illetve bemutatja ez a zöld tanulmány című kép a jobb oldalon, az, hogy miből is állt, vagy mi volt a célja, mit alkotott ebben az időszakban Vasarely. Et ce qui est formidable dans cette œuvre, c'est que nous avons l'orthographe originale Vasarely qui se trouve en haut à droite. C'est la seule œuvre où Vasarely est signé Vasarely. Szóval ez az egyetlen mű, amit aláírt Vasarely a jobb felső sarokban lehet látni a szignóját. Et on retrouve donc dans cette composition tout ce qu'il va faire, tout ce qui va faire l'originalité de ce travail en termes de travail sur la ligne, de transparence, de volume. On retrouve dans cette œuvre le volume. Qu'est-ce que c'est ? On retrouve dans cette œuvre tout ce qui fera plus tard l'originalité de l'œuvre. Szóval mindent, ami később fogja jellemezni az alkotását, azt láthatjuk ebben a képben, a mennyiség és a színeknek a kapcsolata. Vasarely arrive donc à Paris en 1930. À l'époque, les artistes, les étudiants qui quittaient Budapest allaient généralement donc à Vienne ou à Berlin pour poursuivre leurs études, pour commencer une carrière professionnelle. Vasarely va faire le choix de venir à Paris parce que Paris est à l'époque la capitale des arts. Ekkoriban a művészek Magyarországról inkább Berlin vagy Bécs felé veszik az irányt, Vasarely pedig úgy döntött, hogy ez legyen Párizs, ez az úti cél. Et on retrouve donc dans ses premières compositions qui sont en fait des œuvres publicitaires. Vasarely va arriver comme étant un dessinateur reconnu à Paris comme étant peut-être le tout meilleur entre 1930 et 1939. És úgy érkezik meg Párizsba, mint egy ünnepelt, vagyis mint egy híres rajzoló ebben a műfajban.
Et dans ses premières œuvres, qui constituent en fait son premier métier, c'était une des volontés de Bortnik de dire à ses étudiants, vous devez travailler, 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 pour gagner de l'argent et pour ensuite pouvoir créer. On était à l'antithèse de ce que faisaient les artistes français à l'époque, qui était de boire de l'alcool ou fumer des joints, pour obtenir la... Szóval ez a mozzanat, illetve ez az ensemble Bortnik által úgy volt képviselve, hogy ez egy antitézise volt az akkori francia művész gondolkodásnak, miszerint igyatok és szívjatok egész nap, és inkább menjetek el dolgozni, tehát ez volt az antitézis. Je n'oublie pas notre thématique hein, de l'architecture, mais déjà on trouve dans ses œuvres de 1935-36 un travail très architecturé qui est lié au Muhei, qui est lié au Bauhaus. C'est très très important encore une fois. On voit la première fois la forme de l'hexagone rentrer dans son alphabet avec ce travail sur ce gros bonhomme et le travail sur la ligne à travers son t-shirt. Déjà on retrouve la période Vega de cette recherche de 1937. Szóval, ne felejtsük el a beszélgetés, vagy a beszédünk eleve, vagy eredeti témáját, ami az építészet, és már ezen is látszik, hogy mármint ezeken a műveken is látszik, hogy mennyire építészesek benne a megoldások, és már itt is látszik például a hatszög a jobboldali képen, ami később nagyon fontos eleme lesz Vazarelli munkásságának. Tout en travaillant donc pour gagner sa vie, il faisait ses propres recherches sur des études de matière, sur des études de couleur, sur des études de mouvement. Et là, on a ces études qu'il travaillait donc souvent très très tard chez lui, qui est l'illustration d'un Vazarelli avant le Vazarelli que l'on va connaître plus tard. Ezek még a kezdeti Vazarellik, tehát még a Vazarelli előtti Vazarellik, amik mondhatni csak tanulmányai tulajdonképpen, később kialakult és később mesterszintre vitt alkotásainak. Période d'un petit peu, période mouvementée pour la France comme pour l'Europe à l'époque. Entre 1939 et 1945, Vazarelli va choisir l'exode et va rencontrer Denise Leptreux, qui va devenir Denise René plus tard, et va travailler sur des thèmes tout à fait différents que ceux qu'il aura pratiqués auparavant, alors que Claire, son épouse, reviendra, qui est artiste aussi, mais on en parlera plus tard, reviendra sur Budapest avec les deux enfants. Mais là, on a l'illustration que Vazarelli savait faire autre chose que les ronds ou les petits carrés qu'on a l'habitude de connaître aujourd'hui. Amit itt látunk, és amiért ez fontos, ez a felesége, akit lefestett, és az is látszik belőle, hogy nem csak ehhez értett, nem csak az opárthoz, nem csak a formákhoz, hanem ilyen tehát ezeket a műfajokat is gyakorolta. Et avant de devenir donc un artiste abstrait, dirons-nous, il a failli être rattrapé par le courant surréaliste d'André Breton, avec ce très beau travail sur la bougie. Ce courant avait cru reconnaître en Vazarelli l'artiste qui symboliserait effectivement ce courant de pensée qui était le surréaliste, mais Vazarelli va choisir de se consacrer exclusivement à la peinture à partir de cette année d'après-guerre. Meg kell említenünk a szürrealizmust is, az a jobboldali kép az előbb az erősen mutatja, hogy mikből inspirálódott Vazarelli abban az időszakban. Et là nous avons donc pendant 10 ans les trois périodes qui vont véritablement commencer à mettre en place ce travail sur l'art cinétique avec l'apparition de formes ellipsoïdales, de formes arrondies, de formes carrées qui sont caractéristiques donc de l'influence qu'aura la Bretagne sur son travail. Mais aussi Gord et le métro parisien de Denfert. Donc pendant 10 ans, il va travailler sur des formes géométriques un petit peu simples qui vont l'amener petit à petit à travailler sur le cinétisme. Alors, szóval, ez a három, alors ce sont trois époques différentes. Oui, oui, Denfert, Belle-Île et Gord. És akkor, tehát a három cím, amit látunk, három különböző időszakot, három különböző munkásságát mutatja meg. Az első az a Danferrosro metró állomásnak a munkásságát, amin 10 évet dolgozott.
jusqu'à l'arrivée donc de son travail sur le noir et blanc qui sera caractéristique et qui va commencer à mettre en place son véritable langage plastique sur sa volonté de passer du statut de la peinture à l'architecture. Ez az időszak pedig a fekete-fehér, amihez visszatér, és ami utána az építészetére, művészetére, mind a kettőre, és együtt a kettőre is nagyon jellemző. Et c'est cette période qui va véritablement le faire reconnaître comme étant le pape de l'op art. És ez az időszak, ami őt az opart pápájává teszi. Là, on a l'illustration de son début, enfin son passage du statut d'artiste à celui d'architecte et d'urbaniste. Ez pedig a tulajdonképpen az építész tanulmányainak az időszakát látjuk, ahol visszatér, illetve elsajátítja, elmélyíti a tudását, a kapcsolatát az építészettel és az akörüli művészettel. Là, on a une planche très intéressante. En 1959, il va auprès d'un organisme officiel français enregistrer, déposer des formes géométriques très simples. Il va dire « Ces formes sont les miennes et je vais pouvoir travailler avec les grands groupes français du béton, du ciment, du verre, de l'aluminium. » Et donc déjà, en 1959, il veut intervenir sur les bâtiments qui sont en cours de construction. 1959-es projektje a 3-as, 5-ös tanulmány, amiben tanulókkal együtt ilyen cementtel, meg építészeti, tehát építési kellékekkel dolgozik és hoz létre művészetet ezeknek a segítségével. Ez egy egész korai, tehát 1959-ben már ezzel foglalatoskodott. Des œuvres caractéristiques, celles que l'on connaît le plus, effectivement, de Vasarely, à travers ces périodes, folklore planétaire, permutation, hommage à l'hexagone, qui montrent qu'il y a de multiples façons de travailler à partir des gammes colorées qu'il va développer, et qu'en fait, les possibilités sont pratiquement à l'infini. Ez az időszak meg tulajdonképpen azt mutatja, hogy a különböző skálákat, amiket megtalál, azok segítségével gyakorlatilag végtelen a kimenete, végtelen lehetőség tárházához értünk. Là encore, période Vega, hein, et on retrouve, ce qui est amusant, le ventre du gros monsieur, rappelez-vous, qui était dans l'hexagone, ce gonflage, eh bien on le retrouve pratiquement 35 ans après, à travers ses recherches abouties, et on voit en troisième image, eh bien, son imagination avec des sculptures qui pourraient animer les bords de route ou bords d'autoroute, comme il en réalisera beaucoup dans sa carrière. Emlékezzünk vissza az előző testes úriemberre abban a hatszögben. Ezek 35 évvel később gyakorlatilag ezekben a tanulmányokban visszajönnek. A harmadik kép pedig az első lenyomata annak, hogy aztán a várost hogyan használja fel, és a művészetét hogyan a térre használja, térre vetíti ki. Là, ce sont l'illustration de ces moyens de travaux, donc à travers des gammes colorées, à travers des programmations, c'est le thème qu'il va utiliser. Il va remettre à ses assistants des documents de travail qui permettront à ces personnes de réaliser pour lui des œuvres, soit dans de multiples matériaux. Mais c'est la technique qu'il va utiliser et ce sont ces éléments que l'on peut retrouver dans les présentoirs à Aix-en-Provence. Itt szintén a színskálák a lényeg, illetve hogy a színek használata hogyan fér bele, hogyan hat gyakorlatilag a formákra, és ez az alkotási módja az, aminek sok lenyomatát és sok bizonyítéket találhatjuk meg az Exi galériában. Une sélection de quelques œuvres majeures qui ont été réalisées donc par Vasarely. La toute première a été réalisée à Caracas, à la cité universitaire, donc au Venezuela.
1954, il y a eu 3 œuvres. Ensuite, pour les Jeux Olympiques de Grenoble en 68, la façade RTL de 1971. On a vu dans le programme de Cathy tout à l'heure quelques images de Monaco, mais il y a eu une centaine d'œuvres réalisées dans le monde de son vivant. Donc ça, c'est important de le savoir, de le noter. Ezek pedig a, tehát az elhelyezett különböző művész, vagy különböző művei a világban. Az első az Caracas, Venezuela 1954, aztán pedig az RTL Párizsnak a homlokzata. Van egy, tehát végtére is van egy 100 ilyen műve szerte a világban, amik ilyen köztereken vannak elhelyezve. Mais on peut dire quand même une chose, peut-être la plus importante, c'est que Vasari toute sa vie voudra intervenir sur le domaine bâti, sur l'architecture. Et il y aura une grande frustration à la fin de sa vie de ne pas y être arrivé parce que l'architecte, l'urbaniste, travaillait toujours seul. Or, lui, avec l'enseignement qu'il avait reçu au Muhely de Budapest, c'était qu'en amont de la construction, il fallait que les architectes, les urbanistes, les coloristes, les artistes travaillent tous ensemble. Or, on a demandé à Vasari toujours d'intervenir après coup. Et ça, c'était une grande frustration. Ami ezeket a műveket, tehát az épített műveit jellemzi Vasarellinek, az tulajdonképpen az, hogy már, tehát amit ő tanult a Műhelyben, Budapesten, az az, hogy ahhoz, hogy ezek a műfajok találkozhassanak, ahhoz a művésznek, az építésznek, mindenkinek együtt kelljen dolgoznia, és az, ahogyan nem tudott a karriere vagy az életműve kicsúcsosodni ebben, az ennek volt köszönhető, és frusztrálta a művészt, Vasarellit. Les cinq lieux emblématiques que Victor Vasarely va seul avec son épouse créer de son vivant, et ça c'est quelque chose d'original et peut-être d'unique au monde. Il voudra seul fonder ses musées, ses fondations, sans aide d'entreprise ou sans l'aide politique. Donc il voudra effectivement diffuser le plus possible son œuvre à travers le monde, remercier à travers effectivement les donations qu'il fera à Pécs et à Budapest en 76 et 87 son pays d'adoption, son pays natal, remercier la France avec le centre d'Aix-en-Provence et le musée de Gordes, et puis cette initiative à New York, qui sera suivie par une autre à Oslo, de faire encore une fois des institutions à chaque fois qui permettent de montrer et de donner à voir au plus grand nombre. Donc ça, il faut relever que Vasari est à la fois utopiste, visionnaire et très très généreux. Itt pedig a különböző galériáit láthatjuk, és ezekre mind-mind jellemző, hogy Vasarely saját magának akarta megépíteni ezeket, saját maga akarta egyedül terjeszteni a művészetét, a céljait. És c'était quoi les trois? Il était en même. Pécs, Budapest, Aix-en-Provence et Gordes, et le cinquième c'est New York et Oslo. Igen, tehát van a, vagy amit látunk, ugye Gordi, Pécset, Aix-ben, New Yorkban és Budapesten van ez az öt saját múzeuma, amiket létrehozott. Je vous raconte rapidement donc le centre d'Aix-en-Provence, qui est le lieu que Vasarely va choisir pour justement montrer qu'il est possible d'amener l'art à l'architecture. És a végül az exi mű az, ami megmutatja az valódi szeretetét az építészettel gyakorlatilag. Comme à Budapest, il voudra que le bâtiment d'Aix-en-Provence soit dans la banlieue populaire d'Aix-en-Provence, parce qu'il considère que l'art doit sortir justement des quartiers bourgeois des centres-villes et que l'art doit se rapprocher justement des quartiers populaires. Tehát azt akarja, hogy a művészetének legyen egy ilyen integrációs szerepe, és ezért az exi Vasarely alapítványt is, ahogy a New Yorkit parkokban, tehát népi dolgok, vagy népi elhelyezésben szeretné, nem úgy, ahogy a művészet a burzsokban található.
Les dates sont sans trop d'importance. Hein. Se rappeler simplement que Gordes a été le premier musée en France, donc Vasarely, 1970. Aix et Peach, la même année, 1976. 1978, New York. Et Budapest en 1987. Donc la réalisation donc, de ce bâtiment d'Aix-en-Provence à travers ces deux images montre tout le côté didactique avec les présentoirs dont je vous parlais tout à l'heure qui racontent un petit peu l'histoire de toute l'évolution du travail et la partie monumentale au rez-de-chaussée où nous avons 44 œuvres monumentales réalisées en aluminium, en verre, en tapisserie, en savonnerie, en céramique, en émaux, tous les matériaux que Vasarely utilisait de son vivant. És a, tehát az elhelyezése ennek az épületnek, és a kicsit a leírása, hogy rengeteg olyan anyag, üveg, kerámia, alumínium, nagyon-nagyon sok olyan anyag, amikhez ő nyúlt a munkássága alatt tulajdonképpen. Ne pas oublier que Vasarely a 60 années de recherche sur son 60 év kutatás. Et qui effectivement le parcours est complètement lisible et complètement concret dans ce qu'il montre que toutes les périodes se suivent et ont une logique et ça c'est très important, ce qui n'est pas forcément toujours évident pour le travail d'autres artistes. Ami más munkás, vagy más művész munkásságára nem feltétlenül jellemző, hogy ezek az időszakok, ezek a periódusok, ahogyan fejlődik a művészet és az önkifejezése, azok teljesen lekövethetők és teljesen plasztikusan, logikusan követik egymást a kiállításban is. Alors, nous avons dû mettre en place un comité scientifique pour la restauration des œuvres, puisque le bâtiment a été inauguré en 1976, et pendant une quinzaine d'années, nous avons eu quelques difficultés au niveau de la gestion de la fondation, qui a fait que le bâtiment n'a pas du tout été entretenu. Et il a fallu, donc, entre 2013 et 2019, mettre en place un énorme programme de restauration des œuvres et du bâtiment. 2013 és 19 között egy elég nagy restaurációs projektet kellett létrehozni, ugyanis 1976-os az épület 1976-os felhúzása óta volt egy kis gond a fenntartással, tehát hogy hogyan van gondozva az épület, hogyan van kezelve, és ezért kellett ezt a nagy restaurációs projektet létrehozni. Donc chaque salle est constituée de 6 œuvres monumentales et il y en a une avec 8 œuvres puisqu'il y a 2 sculptures, mais ce sont des salles qui font entre 200 et 250 mètres carrés et qui permettent justement de circuler de salle en salle et d'avoir une vision complètement originale et ça c'était aussi un choix de Victor Vasarely à l'époque. Vasarely választása az is és döntése ezzel kapcsolatban, hogy a kiállítás úgy van létrehozva, hogy a különböző termekből átlátunk a másik termekbe, ezek a termek olykor 200-250 négyzetméteres méretűek, és hogy egy eredetibb, ilyen globálisabb képet kapjunk a különböző időszakok találkozásairól. Et donc très souvent, alors que Vasarely était encore en vie, quand les entreprises ou les personnes politiques avaient une envie de faire des décorations d'immeubles ou de intérieur-extérieur, ils venaient à la fondation, ils voyaient effectivement avec l'artiste les projets, et ensuite il était possible d'imaginer une adaptation par rapport au projet demandé. Et tehát jött pardon, est-ce que tu peux vous dire ça? Donc tous ces exemples ont été réalisés pour permettre à des architectes de voir quelles pourraient être les possibilités de réalisation ensuite. Szóval ez az egész úgy valósult meg, és abból a célból valósulhatott meg így, hogy az építész, aki bejön, illetve meg lehessen az egészet úgy is közelíteni, mint egy építésznek a nézőpontja. Là, on évoque la restauration, donc ce chantier qui était colossal, mais tout à fait important et qui a généré une dépense de 11 millions d'euros sur ces 6 années. 6 év alatt 11 000 euró ment ebbe a restaurálós, az már említett restaurálós projektbe. Où des restaurateurs qui étaient habilités par les musées de France étaient
nécessaire pour effectivement travailler sur ces énormes chantiers. Nagyon sok tapasztalt restauráló szakemberre volt szükség, akik szerteszét francia múzeumokból érkeztek, hogy az említett munkát bevégezzék. Bien évidemment, ces salles nous donnent la possibilité de faire des médiations pour tous les publics et notamment les enfants qui sont convaincus effectivement de l'intérêt du travail, et il y a tout un travail autour de la couleur, de la géométrie qui est fait à travers effectivement ces œuvres monumentales. Említésre méltó a gyerekek kapcsolata a művészettel, akiket ugye a színek mindennél jobban érdekelnek, és ezért is volt nagyon kiemeli a fontosságát ennek a restaurációs projektnek. Je parlais de problème tout à l'heure d'isolation thermique, de problème de d'entretien. On peut voir dans quel état des œuvres se retrouvaient effectivement après un manque d'entretien et après la restauration. Donc je vous incite bien évidemment, si un jour vous avez l'occasion de venir à Aix-en-Provence, de voir la fondation qui encore continue à restaurer certaines de ses œuvres. Köszönhetően a hőszigetelés hiányosságainak láthatjuk azt, hogy hogy is néztek ki a művek, és hogy miért is fontos, és miért tart azóta is ez a folyamatos restaurálása a képeknek és a műveknek. Alors, à côté de son activité donc d'architecture, d'urbanisme, la fondation continue à travailler sur l'exposition donc de l'œuvre de Vasarely, souvent en collaboration avec le musée de Pécs et le musée de Budapest et d'autres musées en France et en Europe. Donc c'est une activité qui est très importante. Alors malheureusement, je n'ai pas ce texte en hongrois, mais peut-être que Gergő, tu peux le traduire, et peut-être que dans ces quelques lignes, tout est dit dans l'œuvre de Vasarely. Szóval ez egy Vasarely üzenet, és nincs lefordítva, mindent megteszünk ezért, hogy ez így legyen, egy pillanat. A tegnapi művésznek éreznie és tennie kellett, a mainak észrevenni és megvalósítatni az aktuális mű túlélése három karakterjegyből áll. Programmálható, szorozható és módosítható. Így tűnik el a kézművességgel az életmű, az egyedi életmű mítosza, és dicsőíti a minőséget a mennyiségben. Így veszünk részt egy szociális művészet születésében. Vadi jegyzet 1964 Viktor Vasarely. Merci Gergő. Donc maintenant, pour résumer un tout petit peu, ce qu'il faut retenir de l'œuvre de Vasarely, c'est encore une fois cette grande générosité, et que tout est parti du folklore hongrois, tout est parti du Műhely, tout est parti de l'éducation qu'il a reçue de Sándor Bortnik, et que c'est peut-être le seul artiste du XXe siècle qui ait eu une véritable volonté du dépassement du statut de l'artiste. És akkor összegezve az egészet egy kicsit, hogy Vasarely, tehát az egész munkássága nagyon mutatja, hogy Vasarely mennyire is bőkezű ember volt, és mennyire nagy akarata és vágya volt arra, hogy a művésznek a magasságát, a piedesztáljától távol helyezkedjék, és mint ember alkosson. Il parlera d'art social dès les années 50. Vous rappelez aussi que, comme tous les artistes de l'époque, Vasarely était communiste et avait cette idée noble à l'époque de permettre aux gens simples qui n'avaient pas d'argent, qui n'avaient pas de moyens, de pouvoir vivre décemment. Il s'est battu toute sa vie contre ce qu'il a appelé les villes grises. Les villes grises, ce sont les constructions faites en France, en Europe,
après la Seconde Guerre mondiale, où les architectes ont construit beaucoup, beaucoup, beaucoup d'immeubles pour loger les gens, sans faire attention de ce qui était important, c'était effectivement le côté esthétique, le côté beau, le côté plastique. Vazarelli gyakorló, ahogy az akkori művészek kommunista hitvallásban hit, és már az 1950-es évektől beszélt erről a szociális művészetről, aminek különösen nagy szerepe van Európában, ahol ugye a szürke város jelenség teljesen valós, mi szerint a csak gyakorlati szempontból, gyakorlati céllal helyezték el az embereket nagy blokkokban, amiből viszont ugye kifelejtődött az esztétikai összetevő, ami az egész emberi oldalát megteremti a városnak és az épületnek. Donc c'est cette conscience qu'il va avoir toute sa vie et qui va l'amener, comme je le disais tout à l'heure, à vouloir créer des musées, des fondations, pour que enfin on puisse donner la possibilité aux artistes eh bien, de travailler avec les étudiants, donner la possibilité aux étudiants de travailler avec les artistes et avec les architectes. Tout ce projet de fondation à Aix-en-Provence tourne autour de cette collaboration qui en fait se retrouve dans les statuts mêmes du Muhei et du Bauhaus. Ça c'est encore une fois, je reviens toujours là-dessus, cette idée, Vasari n'est pas un génie, n'est pas celui qui a inventé ces idées. Hein, il transmet simplement ces idées qu'il a apprises, eh bien, à ces enseignements qu'il a appris à Budapest pendant cette période 1928-1930, de Bortnik et d'autres professeurs qui ont connu le Bauhaus de Dessau, le Bauhaus de Weimar. Et donc c'est un continuateur, un passeur en fait d'idées, et c'est en cela que effectivement beaucoup d'artistes maintenant disent que Vasarely avait 40 ans, 50 ans d'avance sur son époque, mais on comprend mieux d'où il est parti et d'où il est arrivé. Hogy miért is mondják, hogy Vasarely 40-50 év előnyben volt gondolatilag a kortársaihoz képest, és igen, a kortársaihoz képest, az, hogy ő nem volt egy zseni, nem volt ezekben a dolgokban különleges, hanem abban volt különleges, hogy az egészet meg akarta osztani, és azt akarta, hogy együtt lehessen alkotni, ugye az építész, a művész együtt alkothasson, ezt tanulta a Műhelyben is Bortniktól, illetve ezt koronázza tulajdonképpen az EXI Foundation is, ami ugye egyetemisták, építészek és művész és a művészek összefogásából jöhetett létre. Avant de vous laisser poser deux trois questions, pas plus. Kettő vagy három kérdés, nem több, jó? J'ai pas oublié, mais il ne faut pas oublier que Victor, que Dieuzeu, était marié à Clara Bonzi, pour les intimes, et que nous sommes en train de travailler avec András Nagy et Katalin Ghetto sur un projet d'une exposition de Clara Spinner à Pécs, puisque Clara Spinner était une artiste aussi donc de très très grande qualité, qui a malheureusement arrêté de travailler en 1955, puisque souvent à l'époque, les femmes artistes n'avaient pas forcément une belle lisibilité. Et donc Clara, ma grand-mère, a arrêté du jour au lendemain de travailler pour se consacrer à l'œuvre exclusivement de son mari. Donc on va essayer de réparer, plusieurs dizaines d'années plus tard, ce manque, puisque vous avez la chance à Pécs d'avoir de très très belles œuvres de Clara Spinner dans le musée, dans les différents bâtiments officiels de la ville. Mais voilà, ce sera une prochaine rencontre où j'aurai la joie de vous retrouver toutes et tous à cette occasion. És akkor egy következő alkalommal jobban kifejtjük Klárának a munkásságát, aki ugye a felesége volt Vasarelynek, az én nagymamám, aki egyik napról a másikra otthagyta az alkotást azért, hogy a figyelmét teljes mértékben a férje, vagyis nagyapám művészetének áldozza, és Andrással és Katival létre fogunk hozni egy másik beszélgető felületet, ahol tulajdonképpen ez lesz a program Klárának a munkássága, ami szintúgy megjelenik a különböző Vasarely kiállításokban, olvasatokban. Question.